Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A kapolcsi vásárteret ismét megtöltötték a helyi és környékbeli árusok és kézművesek. Az évről évre megrendezett őszi és tavaszi vásár egyre bővül, mind az árusok, mind a vásárlók tekintetében. Erről szól következő összeállításunk. Kapolcson a régi időket felevenítő vásár hangulata újra és újra megtölti a település melletti kis teret. A kürtös kalács illata, a madárcsicsergés, a színes kézműves termékek minden alkalommal igazi falusi, piaci kavalkádot varázsolnak egy napra a település életébe. A szervezők az idei tavaszi alkalommal, kerekasztal beszélgetésekkel, Rudolf Bohóc előadásával, játszóházzal és különböző műsorokkal tették még izgalmasabbá a rendezvényt. De mindemellett a gazdasági jellegére is próbálnak nagy hangsúlyt fektetni, emelte ki Márvány Péter, a település polgármestere. Hát ennek a vásárnak nagy hagyománya van már évszázadok óta, ugye Kapolcsnak volt vásárjoga, és mivel ez a hagyomány jó pár éve fel lett elevenítve, ezért úgy érezzük, hogy folytatjuk a hagyományainkat, ugye visszatérünk a gyökereinkhez. Igyekszünk neki egy kis igazi gazdasági jelleget is adni, tehát hogy komoly árucsere történhessen, jönnek ki helyi régiós termelők, akik a saját portékájukat árulják, úgyhogy reméljük, hogy ez mindenkinek hasznos, nekünk is, és a vásárlóknak, meg persze a közönségnek. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő a vásár kulturális és gazdasági fontosságáról beszélt kameránk előtt. Minden vásár fontos, egyrészt a gazdasági haszna miatt nyilvánvalóan, hiszen ide jönnek emberek, és akkor itt vásárolni tudnak, illetve eladják a portékájukat. Ez a falura nézve is kedvező, hiszen hogyha elterjed a híre egy vásárnak, ahogy a városok kialakulását is láthatjuk, egy idő után ez a közösség és a település gyarapodásához is vezethet. Ugyanakkor kulturális értelemben is fontos, hiszen egy vásár mindig találkozó hely. Itt rendezvények vannak, különböző műsorszámok, illetve találkoznak egymással emberek, tehát a közösség építéshez is hozzájárul egy vásár. A helyi termelők és kézművesek számára különösen fontos ez a rendezvény, mind a bemutatkozás, mind a helyi kapcsolatok építése szempontjából. Nagyon jó érzés itthon, itthoni közegben, a környékbeliek között lenni, itt árusítani, nagyon jó hangulatú mindig ez a vásár, sok ismerőssel találkozik az ember, sok jó ízű beszélgetés. Tehát igazán nagyon-nagyon kellemes. Nagyon jó alkalom arra, hogy helyi kézművesek a saját termékeiket ide kihozhatják, itt bemutathatják és árusíthatják, és nagyon reméljük, hogy ez mindig csak bővülni tud, hogy mindig lesznek újabbak és újabbak, akik próbálkoznak kézműves tevékenységekkel, és ezeket nekünk ide elhozzák. A környékbeli településekről érkező vásárlóknak és látogatóknak már egy tradicionális rendezvénynek számít a kapolcsi vásári kavalkád. Mi már évek óta visszajárunk ide, a kezdetektől fogva. Hát kézműves portékákat mindig szoktunk venni. Meg szoktuk kóstolni itt a helyi ízletességeket, ugye a pékárukat, a húsételeket. Hát jól érezzük magunkat, úgyhogy visszajárunk. Úgy érzem, hogy egyre több vásározó van. Többen vesznek részt ezen a vásáron. Hát reméljük, hogy így is fog maradni, és évről évre jobb lesz a vásár. A vásár sikere a szervezők és a település lakóinak lendületességének köszönhetően továbbra is szárnyal az ide látogatók nagy örömére.